Szeretettel köszöntjük a kedves televízió nézőket. A Kultúrpercek stábja egy plusz sorozatot indít a Kultúrpercek Extra néven. Ennek a lényege az, hogy ellátogatunk gondorosan olyan személyekhez, akik a város életében jelentős szerepet játszanak, illetve a múltban olyan események résztvevői voltak, amelyek meghatározók a város életében. Első alkalommal Litauszki Lászlót látogattuk meg, a kickboxmestert. Köszönjük szépen, hogy fogadtál bennünket, Laci. Isten hozott benneteket. Csapjunk is bele. Igazából a kickbox kapcsán kerülünk sokszor kapcsolatba, bár mi már régebben is ismerjük egymást munkát kapcsán, de beszéljünk a sportról. Mikor kezdtél el a harcművészettel foglalkozni? Mint minden gyerek, kiskoromban én is rengeteg ilyen filmet néztem, és ugye akkor ezek még csak mozikban voltak elérhetőek, nem volt ilyen digitális világ, mint manapság. Úgyhogy rengeteg ilyen mozifilmet látogattam a mozikban, és néztem meg. Már itt kapcsolatba kerültem, és itt elvarázsolt ez a dolog. Úgyhogy 1992-ben úgy döntöttem, hogy csatlakozom én is az akkor már szerveződő kondorosi kickboxosokhoz. Ami még lássuk be, akkor tényleg egy önszerveződő kör volt, hiszen az egész sportág maga is egy kicsit gyerekcipőben járt még, és az egész harcművészet még egy ilyen misztikus fogalomnak számított egész ország szerte. Úgyhogy én 92-ben csatlakoztam, az akkor még Cessnak Zsolti, Cingutai Jani és Jagzoli által vezetett, fémjelzett csapathoz, és kicsit ilyen önképző kör jelleggel fejlesztettük magunkat, és igazából ebből nőtte ki magát a mostani kickbox egyesület. Versenyeken akkor nem is vettetek még részt? Részt vettünk versenyeken, de akkor a kickbox önmaga is egy sokkal kezdeti stádiumban volt még azokban az időkben. Így volt mondjuk egy vagy két megyei bajnokság, vagy egy országos bajnokság körülbelül az egész versenyévben. Szemben most szinte minden hétvégén lehetne menni valahol versenyre. Egész Európában szinte minden hétvégén különböző kupákat, tornákat rendeznek, és nem beszélve a pontszerző versenyekről, a hivatalos bajnokságokról. Szóval csak itt a megyei bajnokság is kétszer-háromszor akkorára nőtt a környéken elérhető versenyek száma, mint akkor abban az időben az egész ország eseményei voltak. Szóval rengeteget fejlődött ez az egész dolog. Mióta van ez a változás a sportágban, hogy rendezett keretek közt folynak a versenyek? Ez a kickbox sportág az folyamatosan fejlődik, szinte tényleg évről évre, hónapról hónapra látszódik valami újítás, fejlődés. Mindenképpen a kickboxnak a célja az, hogy valaha olimpiai sportág legyen. Ehhez rengeteg akkreditáción kell keresztül menni az egész sportágnak, az egész sport vezetésnek, országos szövetségnek, különböző rendszereknek kell megfelelni. Szóval ezen az úton jár most a kickbox szövetség, és magam részéről nagyon sajnálom azt is, hogy az olimpiát sajnos nem rendezhette meg Magyarország, hiszen belegondolva abba, hogy a nem olimpiai sportágak közül a kickbox magasan a legeredményesebb sportág Magyarországon, ezért jó eséllyel bemutató sportág lehettünk volna ezen az olimpián, hogyha Magyarország rendezi, hiszen minden ország egy sportágot bemutató sportágként jelölhet a programjában. Nagy valószínűséggel ez a kickbox lett volna, és ha igazából belegondolok, akkor ha csak egy Malacsinszki Bendegúzt veszünk, vagy egy Petrovszki Dorinát, akik most gyerek vagy kadett, egy serdülő korosztályúak, a 2024-ben rendezendő olimpián ők pontosan 17-18-19 évesek lettek volna, és akár lehet, hogy ők lettek volna a sporták történelmében az első versenyzők, akik olimpián vehettek volna részt. Szóval én sajnálom, hogy ezt a lehetőséget sajnos ez a lehetőség elment. Úgy gondolom, ez nem csak a kickbox szempontjából nagy veszteség, hanem a magyar sport szempontjából is óriási veszteség, mert ilyen közel nagyon régen voltunk, és biztos, hogy soká is kerülhetünk, hisz ez tényleg egy olyan nagy nemzetközi megmérettetés, egy olyan sport esemény, amelyet megrendezni nagy felelősség, és nagyon nehéz oda kerülni. Hát bízunk benne, hogy azért majd egyszer sikerül, és kondorosiak is részt vesznek rajta. Azonban
Térjünk vissza egy picit hozzád a te versenyzői sportmúltadról, mit kell tudnunk? Az én versenyzői sportmúltam nem is tudom hány évig versenyeztem, 2008-ban fejeztem be a versenyzői pályafutást, és ekkor döntöttem úgy, hogy már picit öregnek is éreztem magam ehhez, hiszen a fiatalok olyan lendülettel érkeztek az alsóbb korcsoportokból, ahogy telt múlt az idő, hogy egyszerűen nagyon nehéz volt már felvenni a versenyt velük. Én talán egy picit későn is kezdtem ebbe a sportágba bele, 16 éves voltam, amikor belecsöppentem. 16 évesen, ha csak a mostani fiatalokat nézzük, 16 évesen már juniorkorú versenyzők, ezek a versenyzők már Európa és világbajnokságokon szerepelnek, akik ilyen korúak, hiszen most már az a tendencia a kickboxban is, hogy óvodás kortól kezdik el a képességfejlesztést, és tudatosan nevelik a gyerekeket, ahogy mi is próbáljuk erre a sportágra, az izomzatukat, a rugalmasságukat, a nyúlékonyságukat, és a mentális felkészítést, hogy milyen közegben fognak majd versenyezni. Ehhez rengeteg helyszínre kell ellátogatni, rengeteget kell utazni, hogy a versenyláz, az óriási terem nyújtotta nyomás, az egyre kisebb legyen. Szóval amikor bemegyünk egy ilyen világkupára, vagy az innsbrucki verseny, ha csak nézem, igazából az olimpiai csarnokban, a volt téli olimpiai csarnokában rendezik a kickbox versenyeket, és 14-16 küzdőtér, 4-5 ring működik egy időben, szóval egy olyan hatalmas tömeget vonz ez az egész, hogy a 2-3 ezer ember az az alap egy ilyen rendezvényen, és mikor a gyerekek belépnek oda középre a küzdőtérre, akkor egy picit azért ilyen reflektorfénybe kerülnek, és akaratlan is úgy érzi, hogy mind a 2-3 ezer ember őket nézi. Szóval ez egy picit ilyen nyomást helyez a gyermekekre is, és ezt nem lehet másképpen megtanulni, erre edző gyakorlatok nincsenek, ez csak úgy működik, hogy megyünk versenyről versenyre, és ezekbe a szituációkba belehelyezzük őket, ezáltal csökken ez a nyomás, nem érzik ezt a nyomást annyira, és így fognak tudni teljesíteni. Te versenyzőként vettél részt ilyen nagyobb versenyen? Igen, rendszeresen látogattuk a magyar világkupákat. Akkor még Debrecenben voltak ezek a versenyek megszervezve, sokkal-sokkal kisebb volumenűek voltak, bár már akkor is 6-8 küzdőtér üzemelt egyfolytában és egy-két ring, de a mostani 10-16, meg 3-4 ringgel, meg sokszor már például az idei budapesti világkupát két helyszínen rendezték meg, hiszen már a MOM csarnok, ahova 10-valány küzdőtér és nem tudom hány ring egyébként befér, kicsinek bizonyult, és a szabályrendszereket külön szedve a kongresszusi központ is megtelt, és a MOM csarnok is megtelt. Tehát úgy kell elképzelni egy ilyen rendezvényt, hogy ez ilyen 3000 ember alaphangon ott van, és ez egy rengeteg frusztrációt nyom az emberekre. Akkor még az én időmben ezek kisebb rendezvények voltak, és nem is volt ennyi, mint most, de azért szép pillanatokat megéltünk, és szép eredményeket értünk el mi is abban az időben. Legjelentősebb eredményem? A legjelentősebb eredményem az országos bajnoki döntőben egy második helyezést értem el, ami azt jelentette, hogy az első lesz a válogatott. Nekem Debrecen Dezsővel kellett megvívnom a bajnoki címért, és abban a szituációban kikaptam, és ő lett a válogatott. Ez 2008-ban volt Körmenden, de voltak helyezéseim világkupákról, országos bajnokságokról, megyei bajnok voltam többször egyéniben, csapatban, úgyhogy azért igyekeztünk mi is. Hát azért ez szép lista, nagyon szép eredmények, amihez jutólag is gratulálunk, hisz azért a kickbox mezőnye az mindig is nagyon erős volt, megyei és országos szinten is. Mi adta azt az ihletet, hogy edzőséggel foglalkozzál? Mindenféleképpen úgy gondoltam, hogy az aktív pályafutás után nem szabad ebből a sportból kilépnem, hiszen nem fogok tudni kilépni, hiszen minden idegszálam ide köt, az a 10-valahány év az nem múlik el büntetlenül egy ember történetében. Úgyhogy mindenképpen szerettem volna kapcsolatba kerülni és maradni ezzel a sporttal. Amikor abba hagytam az aktív versenyzést, akkor utána mindenképpen
gondoltam, hogy a legjobb megoldás az lenne, hogyha versenybíróként folytatom tovább. Ezért bírói vizsgát is tettem a Magyar Kickbox Szövetségnél, és országos és világkupákon is bíráskodtam, versenybíróként nagyon sok helyre eljutottam. Utána viszont adta magát a lehetőség, hiszen nagy igényt tapasztaltam, és sokszor megkerestek szülők, hogy mikor indítok gyerek korosztályt, és szeretnék a gyerekeiket ebbe az irányba terelgetni, hiszen jónak tartják, hogy mentális felkészültség is tartozik ehhez a dologhoz. Ekkor jött a nagy ötlet, 2013-ban bementünk az óvodába, és egyeztetve az akkori vezetéssel csoportot indítottunk el. Nagyon nagy meglepetés ért, hogy 38 óvodás gyereket írtak fel a papírra egy héten belül, hogy ők mindenképpen ott lesznek. Ez számomra egy nagyon-nagyon pozitív löket volt, és úgy éreztem, hogy akkor ennek van létjogosultsága. Külön csoportot kellett a kis csoportosoknak, a középsősöknek, a nagy csoportosoknak, és utána, amikor ezek a gyerekek cseperedtek, és befejezték az óvodát, akkor viszont joggal tették fel nekem a kérdést a szülők, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel, hiszen óvodás csoportot már kinőtték, első osztályba, iskolába fognak járni, és hogyan tovább, és ekkor hoztuk meg azt a döntést, hogy akkor folytatjuk, és az iskolás korúakkal is ugyanúgy fogok foglalkozni, mint az ovisokkal. Ezt megelőzően ilyen fiatalokkal nem foglalkozott senki? Tehát nem volt, inkább idősebb korúak voltak, akik... Igen, amikor még én kezdtem, vagy a pályafutásomat befejeztem, akkor inkább a tizenévesek és a felnőtteket mozdította meg talán jobban ez a sport. Talán nem is volt próbálkozás annyira, ezért egy pont jó próba volt ennek a dolognak, hogy az óvodában megpróbáltuk, és az egészen fiatal korosztálytól tudatosan megpróbáljuk most már őket nevelni, céltudatosan erre a sportágra, és úgy látszik, hogy ez működik, hiszen folyamatosan vannak óvodáskorú neveltjeim. Biztos, hogy sokat jelent számodra ez a bizalom a szülők részéről, mert ez azóta is kitart. Az eredményeid is feljogosítanak erre, meg az is, hogy Tőzsgyökeres Kondorosi vagy, tehát ismernek, bíznak benned, és ezek az eredmények azóta is szépen jönnek. A folytatásban ez a rendszer, ez megmaradt, tehát hogy az óvodások és akik mennek tovább iskolások, tulajdonképpen ez egy bizonyos mértékű létszámbővítés fog majd jelenteni, fogjátok bírni? Igyekszem bírni. Heti 4 edzést tartok, abból 3-at Kondoroson és 1-et Kétsopronyon, hiszen nagy igény mutatkozott Kétsopony részéről, megkerestek bennünket, hiszen Szász Kristóf, biztosan emlékszik rá mindenki, Kondorosi Egyesület színeiben sporttörténelmet írt, hiszen ő volt az első olyan Kondorosi Egyesületben nevelkedett versenyző, aki világbajnoki címet tudott szerezni Kondorosnak, és ő abszolút a mi egyesületünkben kicsi korától kezdve itt nevelkedett. A Kondorosi városvezetése és iskolában nagyon jó kapcsolatunk alakult ki Kristóf révén, és kaptunk egy megkeresést a tavalyi év folyamán, hogy mi lenne, ha ott is beindítanánk egy-egy csoportot. Ott is meglepetésért, hiszen 20-valány gyerek jelent meg az első edzésen, amit álmaimban sem gondoltam volna, hiszen ha belegondolok, ez a korosztály, amit megcíroztunk, talán nincsenek is többen abban a kis létszámú iskolában. Szóval nagyon-nagyon nagy volt a fogadtatás, és jó volt a fogadtatás. Azóta természetesen, mint minden sportágban volt lemorzsolódás, de akik megmaradtak, azok már ott tartanak, hogy megyei versenyeken indulnak, és bontogatják szárnyaikat. Ebben a stádiumban vannak, hogy minél több rendezvényre próbálom őket elvinni, hogy a lámpaláz és a hasonló szituációkat kiküszöböljük, és azt mondom, hogy nagyon jó versenyzők fognak belőlük válni. Melyek azok az eredményekre, amelyekre edzőként a legbüszkébb vagy? Talán mindig az utolsó. Tehát most ebben az évben azt gondolom, hogy a Bendegúzzal, a Petrovszki Dorinával, de az egész csapat, nem akarok igazából kiemelni úgy senkit, hiszen mindenki nagyon keményen dolgozott, és azt gondolom, hogy összeállt ez a kis banda, és mindenki hozta tőle elvárhatót, hiszen például az óvodásaink az elmúlt két versenyen, ahol ők is indulhattak gyakorló küzdelmeken, szinte minden mérkőzésüket megnyerték, és óriási lelkesedéssel bunyóztak,
És azt gondolom, hogy edző számára talán az a legfontosabb, hogy lássa a tanítványaiban tükröződni önmagát, hogy én milyen hívvel csaptam bele ebbe a dologba, és látom, hogy ők is ugyanúgy fogják, veszik ezt a dolgot, és nem adják alább, hanem jobbak akarnak lenni az edzőjüknél, és ez a természetes folyamat. Igazából én a Huszár Róbert emlékversenyen figyeltem fel arra, hogy mennyire együtt élsz a sportolóval, hogy ugyanúgy tudsz örülni egy sikernek, és ugyanúgy tud bántani egy vereség, még akkor is, hogyha egy jobb képességűtől kap ki. Hát én úgy gondolom, hogy ez csak így lehet, így lesz eredményes a sportágban a versenyen. Igen, az edzőnek ez egy feladata, azt gondolom. Mind a mellett, hogy az edzéseken megtanítja a munkát, és megtanít valakit egy balegyenest vagy egy körívest rúgni. Azon felül azt gondolom, hogy a mentális felkészítése a dolognak talán, hogy még majdnem, hogy erősebb. A gyerekeknek érezniük kell, akik mögé beülök egy-egy mérkőzésen, hogy én ott vagyok, és maximálisan hiszek bennük. Érezniük kell, hogy semmiféleképpen nem fog nekik ott bántódásuk esni, és én ott vagyok mögöttük, mint egy támasz, és a szüleik helyett ott én vagyok a szülő és a mentor is egyben. Szóval muszáj, hogy bízzanak bennem, különben nem működik ugyanúgy, mint szerintem más sportban sem. Sokat versenyeztek, sokat utaztok, sokat edzetek, ez rengeteg idő. És most itt térjünk át egy más környezetre. A család hogy viseli ezt? Hát igen. Nagyon, nagyon sokat vagyok távol, tehát nekünk a versenyszezon az elkezdődik január legvégén. Már most is talán 2018-ban az első pontszerző versenyünk az január utolsó hétvégén fog kezdődni. Éppen hogy csak most kezdünk bele az ünnepekbe, még ebből az évből is még két övvizsga vár ránk. Szívesen veszünk részt minden olyan megkeresésen és rendezvényen, ami a város életét megmozdítja. Szinte minden hétvégén valamilyen rendezvényen vagyunk, vagy készülünk valamire. Hála Istennek a párom nagyon jól viseli ezt, és így fogadott el ezzel a hóbortommal együtt, ahogy vagyok. És ahova csak tudom, igyekszem magammal vinni, hiszen ahogy már beszéltünk erről, a gyerekekkel próbálunk egy kicsit, amikor elmegyünk egy külföldi versenyhelyszínre, egy kis történelmi áttekintést is átvenni, be szoktuk járni a várost. Fontosnak tartom, hogy időben érkezzünk meg egy rendezvényre, ne úgy, hogy utolsó pillanatban buszból kiesve álljanak pásra a gyerekek, hanem pihenten, előző nap megérkezve, lemérlegelve, a súlyukot beállítva, kicsit talán mentálisan rákészülve az egész előttük álló megmérettetésre. És ilyenkor mindig ellátogatunk a versenyhelyszínre, hogy kicsit meglássák, hogy hol fognak másnap bunyózni. Ez nagyon fontos az ők is kis világukban, hogy tágabb szituációból, környezetből lássák meg egy-egy versenynek a helyszínét. Ezért minden évben el szoktunk menni egy kicsit, vagy minden helyszínen el szoktunk menni várost nézni, úgy Prágában, mint Ausztriában. Egy-egy két óra hosszás séta a városban egy feltöltődést ad nekik is, magunknak is. Ezért időnként próbálom Erikát is bevonni ebbe, hogy jöjjön velünk, és kicsit legyen a csapat része. Mindazonáltal, amikor versenyt szervezünk, vagy elmegyünk egy-egy versenyhelyszínre, akkor ő teljes segítőként áll mögöttünk, a csapat mögött, és segíti mindenben a csapatot. Szentestét hol töltitek? Szentestét általában megpróbáljuk pihenéssel tölteni, és ami kimarad az egész évből, megpróbáljuk a családdal tölteni. Ebéd itt, vacsora ott, ez mindig beosztás kérdése. Megpróbálunk pihenni, amennyit csak lehet az ünnepek alatt. Hát kell is pihenni, mert munkád kapcsán is nagyon sok helyen találkozunk, illetve az önkormányzati munkából is kiveszed a részed. Hogy van idő ennyi mindenre? Nagyon nehéz összeegyeztetni, ugye vállalkozóként is meg kell, hogy álljam a helyemet, hiszen a sportból sajnos nem lehet olyan szinten megélni, ahogy az eltartson egy családot. Igen, a vállalkozás is egy külön embert kíván, hiszen az építőiparban is rengeteg időt kell, hogy eltöltsek a munkámmal. Fuvarozással is foglalkozunk nemzetközi szinten, tehát még ott is kell egy ember belőlem, és a sport is rengeteg időt elvesz az életemből.
Hát azt szokták mondani, hogy mindenkinek arra van ideje, amire szakít. Szóval ez a, nekem a sport a szabadidő és az életem, és a munka azt megpróbálom úgy beosztani, hogy mindenre jusson. Hát akkor így a beszélgetés zárásaként nem is kívánhatnánk mást, mint hogy mind a munkádban, mind a sportban érjél el sikereket, neveljed a gondorosi kis kickboxosokat, és érjetek el minél jobb eredményeket, tudósíthassunk minél több jó kickbox eredményről, és akár egy év múlva ülhessünk le, és beszélgethessünk arról, hogy egy nagyszerű évet, egy történelmi évet zárt a Kondorosi Kickbox Egyesület. Ehhez kívánom mi nagyon sok sikert, és nagyon jó egészséget, és köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen, ezen fogunk dolgozni, és remélem, hogy egy év múlva újra beszámolhatok ennél még több eredményről, bár azt gondolom, az idejében is oda tettük magunkat, de várunk benneteket szeretettel jövőre is. Köszönjük a beszélgetést! Köszönjük.